Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket a mai ajkai részországgyűlésen és annak alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Ma Magyarországon az átlag embereket, a mindennapok emberét nagyon sok minden foglalkoztatja, de leginkább például az, hogy a munkájából szerzett jövedelméből meg tudjon élni, hogyha ledolgozott egy életet, akkor azt követően a nyugellátásából meg tudjon élni, és természetesen foglalkoztatja az, hogyha megbetegszik, akkor meg tudjon gyógyítani, vagy meg tudjon gyógyulni, meg tudják gyógyítani. Éppen ezért szervezünk és szerveztünk részországgyűléseket Egerben, Kazincbarcikán és most Ajkán, ahol a nyugdíjasok ügyével, a nyugellátással, a munkavilágával, a jövedelmi viszonyokkal, fizetésekkel foglalkoztunk, és a mai napon itt Ajkán pedig az egészségügy kérdéseiről beszéltünk, és megállapíthatjuk, és megállapítottuk ma is, és mind az előző két részországgyűlésen, hogy ma Magyarországon igazságtalanság van. Igazságtalanság van, mert ez a kormány, amely már 8. éve vezeti ezt az országot, egy olyan társadalom filozófiát követ, amely arról szól, hogy akinek több van, és akinek már van, az kapjon még többet, akinek kevesebb van, vagy akinek nincs, azoknak a millióknak pedig elengedi a kezét. Hiszen ma Magyarországon több millió ember úgy él, úgy dolgozik, hogy nem jön ki a fizetéséből, hóvégén elfogy a pénze, nem tud egy váratlan kiadást finanszírozni, nem tudja megvásárolni a gyógyszereit, nem tudja a ruhákat megvenni a gyermekeinek. Ma Magyarországon több százezer olyan nyugdíjas van, akinek a nyugellátása 100 000 forint alatt van, nem jön ki a nyugdíjából. Nagyon sok olyan ember, idős ember van, aki a saját otthonában fagy meg, mert nem tudja kifizetni a fűtést, vagy nem tud tűzifát vásárolni. Ma Magyarország az Európai Uniós átlagban a korai halálozásokat tekintve az utolsó előtti helyen áll. Ma Magyarországon ez a kormány inkább a focira költ 100 milliárdokat, miközben nem jut pénz a kórházi takarításra. Ma ebben az országban többen halnak meg kórházi fertőzésekben, mint autóbalesetekben. Éppen ezért mondjuk azt, hogy tegyünk igazságot a fizetések terén, kapjanak többet azok, akiknek kevesebb van, fizessenek kevesebb adót. A nyugellátások terén azt javasoljuk, hogy a minimál nyugdíjat meg kell duplázni, fel kell zárkóztatni a 100 000 forint alatti nyugdíjakat, és azt mondjuk, hogy az egészségügyben javítani kell az ellátás színvonalát, növelni kell a házi orvosok számát, segíteni, támogatni kell az ő letelepedésüket, működésüket, és fizetést kell emelni az orvosoknál, nem keveset, hanem sokat, hogy ne hagyják el ezt az országot, és ne külföldön keressenek boldogulást. Ma Magyarországon egy fiatal orvosnak itt nincs karrier lehetősége, ezért a kiképzése után elhagyja Magyarországot. Ma azért maradnak el műtétek, mert nincsen szakember egyes kórházakban. Ma azért ügyelnek rezidensek az ügyeleteken, és nem szakorvosok, mert nincs elég szakorvos, és azért nincs elég házi orvos, mert nem látják ezt perspektívának a fiatal orvosok, nem tudnak ebből megélni. Ezért mondjuk, hogy biztos megélhetésre van szükség a munkavilágában, a nyugdíjasoknál is biztos megélhetésre van szükség az egészségügyben. Ezzel kapcsolatban hallgattunk ma meg előadásokat, Székely Tamás és Kökény Mihály volt egészségügyi miniszterek, mondták el, hogy mi a probléma az egészségügyben, és mi milyen megoldást javasolunk. Egy 10 pontos programot állítottunk össze, amely azt mutatja, hogy 2018 után a Magyar Szocialista Párt igazságot akar tenni, igazságot tenni az egészségügyben, javítani akarja az ellátás minőségét, színvonalát. Erről Szakács László frakcióvezető helyettes társam, kollégám fog majd néhány gondolatot elmondani, és végül annyit szeretnék megjegyezni, hogy ennek a kormánynak ma fontosabb a magyar futball, a magyar foci, mint a magyar emberek egészsége, nekünk fontosabb a magyar emberek egészsége, hiszen ha láthatjuk azt az eredményt, amit
a futballban elérünk, és azt a pénzt, amennyit költenek erre több száz milliárd forintot, mi azt mondjuk, hogy ennek inkább a magyar egészségügyben lenne a helye. Tehát azok a javaslatok, amelyeket megfogalmazunk, annak megvan a forrása. Mert lássuk be, hogy Andorrától és Luxemburgtól ingyen is ki lehet kapni, a magyar emberek egészsége pedig ennél sokkal többet érdemel, ennek a pénznek az egészségügyben lenne a helye. Parancsolj! Köszöntök én is mindenkit! Elérhető, biztonságos, betegközpontú egészségügyet kell teremteni, amely megbecsüli az egészségügyben dolgozókat is. Itt is a megbecsülést az természetesen szakmai szinten is kell érteni, és természetesen a bérszínvonal tekintetében is kell érteni. Azért ezeket a címszavakat, ezeket a hívószavakat tettük a programnak az élére, mert ma Magyarországon ezek hiányoznak. Nem elérhető ma Magyarországon az egészségügy, hiszen több mint 300 olyan betöltetlen háziorvosi praxis van. Nagyjában egész évben ezen 1.200.000 embert érint, amely 6 hónapnál régebb óta betöltetlen. Tehát 1.200.000 ember ma Magyarországon, ha beteg, akkor nem jut el orvoshoz. Nem elérhető ma Magyarországon mindenki számára az egészségügy. Biztonságos egészségügyi ellátást kell biztosítani Magyarországon, ne legyen az, hogy több kórházi fertőzésben történt halálesetről beszélhetünk, mint amennyi közúti balesetről, vagy éppen a kormánynak a felméréséről, mi saját magáról állította ki azt a bizonyítványt, hogy 32.000-rel többen haltak meg Magyarországon, a rendszernek a szervezetlensége, tervezetlensége miatt, mint amennyi elhalálozás orvosilag is indokolt lett volna. Tehát azt kell mondjuk, hogy maga a rendszer hiba miatt, azért, mert nem működik tervezetten, szervezetten, elérhetően és biztonságosan az egészségügyi rendszer, ezért egy kisvárosnyival kevesebben élünk ma Magyarországon. Ez a rendszer, ez teljes egészében megérett a változásra. És meg kell becsülnünk a dolgozókat is, az egészségügyi dolgozókat, orvosokat, szakápolókat, gazdaságisokat, mentősöket, és őket először is anyagilag kell természetesen a fizetésükben, a bérükben kell megfelelően megbecsülni. Mi azt ígérjük, és azt gondoljuk, hogy erre van forrás a számításaink szerint, hogy 2020-ra egy Európai Uniós bérszínvonal elérhető Magyarországon, a gazdaság teljesítő képességéhez mérten természetesen, de elérhető és megközelíthető egy Európai Uniós színvonal. Ma egy kezdő orvos Magyarországon a harmadát keresi annak, mint amennyit keres egy szlovák kezdő orvos. Egy szlovák kezdő orvos ma a 170.000 forintos magyar kezdőbérnek a háromszorosát keresi. Nem csoda, hogy a magyar kiképzett fiatal orvosainknak, most már nem csak Anglia, Németország és Franciaország, vagy épp az Egyesült Államok, de a környező országok, a visegrádi négyek államai is már célországok, tehát Magyarországon itt kiváló oktatásban kifejezetten jó képzést kapnak, majd ezt nem a magyarok számára, hanem a külföldiek számára kamatoztatják. Mi úgy gondoljuk, hogy itt a szakmai megbecsülés, az anyagi megbecsülésen túl az, ami nagyon fontos az ő számukra. Magyarországon úgy tűnhet, hogy mi nagyon gazdag ország vagyunk. Európai Uniós összehasonlításban Magyarországon költünk a legtöbbet a magánegészségügyre. A magyarok 30%-ot költenek a magánegészségügyre, de nem azért, mert egy jobb szolgáltatást szeretnének kapni. Nem azért, mert mondjuk egy hotelszintű ellátást szeretnének valahol kapni, hanem azért, hogy egyáltalán kapjanak valamilyen ellátást. Ma Magyarországon a magánegészségügy az nem egy kiegészítő, nem többletszolgáltatást nyújtó intézményrendszer, hanem valójában egy hiánypótló rendszer, hiszen az állam által finanszírozott rendszerben a hosszú várakozási listák miatt, az élhetetlen munkakörülmények miatt, és azok miatt a körülmények miatt, ami miatt oda beteg ember nem szívesen megy be, ezért inkább a magánegészségügyet választják. Mindenkinek van egy története a saját környezetéből, akik akár a fogpótlástól egy kisebb műtétig inkább a magánegészségügyet választják, és erre hitelt is vesznek föl. Tehát a magyar ember nem jut be az állami egészségügyi intézményekbe, hanem spórol és fizet érte a magánegészségügyben. Ezen változtatni kell.
Úgy gondolom, hogy a mai napnak az a tanulsága, hogy egy jobboldali kormány olyan egészségügyi rendszert alakít ki, amelyik a saját célközönsége, a saját maga által politikai aktivitásra is rábírható, felső-középosztály és afölött lévő emberek számára megfizethető és elérhető, aki a Fidesznek, a jelenlegi kormányzó pártnak nem politikai célközönsége, számukra marad az állami egészségügy, ami viszont nem hozzáférhető. Ők azért, mert a Fidesz lemondott róluk, ők ezért az egészségükkel fizetnek. Mi úgy gondoljuk, hogy pontosan ezért meg kell erősíteni a teljes magyar egészségügyi rendszert, a mentőszolgálattól, elkezdve az ügyeleteken át, a sürgősségi ellátó osztályokon keresztül, a járóbeteg ellátáson át, a kórházi ellátásokig. Ez a forrás megvan, hiszen a magyar emberek ma is befizetik, csak nem egészségügyi járulék formájában, hanem adó formájában, és a magyar kormány nem az egészségünkre fordítja ezt a pénzt, hanem minden olyan dologra, amire a magyaroknak nincsen szüksége. Presztízsberuházásokra, futballra, stadionokra költik ezeket a pénzeket, meg a haveroknak elosztogatják. Ezzel a pénzzel, hogyha ezt az egészségügyre fordítanák, és megmaradt volna a régi járulékrendszer, ebben az évben 400 milliárd forinttal többet lehetett volna költeni az egészségügyre. Hol tartanánk akkor, hogyha ezt éves szinten számoljuk? Hol tarthatnánk akkor az egészségügyben? Mi úgy gondoljuk, hogy a magyarok számára biztosítani kell azt az egészségügyet, amit megkaphatnak és amit megfizetnek, és ezért ezt a programot tesszük le az asztalra, és azért, mert hogy úgy gondoljuk, hogy a baloldali ember nem mondhat olyat, hogy aki nem célközönség, az ne gyógyuljon meg. Egy jobboldali ember meg ezt mondja. Ez egy világos értékválasztás. A jobboldali kormány lemond azokról, akik nem tudják megfizetni, vagy nem őt támogatják. Egy baloldali fordulattal viszont mindenki felé egy elérhető, biztonságos egészségügyet és megbecsült dolgozókat fogunk kínálni az országnak, és arra kérjük a támogatást, hogy ezt a programot végre tudjuk hajtani. Ezt a programot, amit itt ezen a szórólapon is lehet látni, egy határozati javaslat formájában be fogjuk nyújtani a parlament elé. Lesz lehetőség arra, hogy bizottsági kereteken belül erről vitatkozzunk, és lesz lehetőség arra, hogy akár a fideszes képviselők ezt támogatni tudják. Ez jelenthet garanciát arra, hogy Magyarországon javul az egészségügy színvonala, és nem vándorolnak el innen a magyar orvosok. Köszönöm szépen, hogyha van kérdésük, akkor szívesen válaszolok.